na ovoga mišljenju njemačkom prijevu. Drago nam je što ste se u tako lipom broju okupili na našoj najvećoj godišnjoj priredbi. Hvala Bogu i vrijeme nam je vodilo, tako da mislim da još možda ni na jedno prijelo nije bilo tako lipo vrijeme ko sad. Nažalost, ima jedan tužan događaj koji je sad došao baš pred ovo prijelo, jer prije tri nedije je nažalost preminuo naš poznati koreograf Antun Kričković, rodo i u srcu i u duši garant naš. Tako da dopustite mi da se malo prisjećam na početku na njega. Kedves vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit a Garai Bunyavác Prélón, ami a Garai Bunyavácoknak a legnagyobb éves rendezvénye. Örülünk, hogy ilyen szép számmal megjelentek, és hál' Istennek az idő is kedvezett a Préló megrendezésének, és engedjék meg, hogy először egy kicsit emlékezzünk Kricskovics Antal koreográfusra, aki sajnos 2 héttel ezelőtt hunyt el éppen, és nagyon büszke Garai volt, mi is nagyon büszkék vagyunk rá, ezért most néhány mondattal, meg egy kis műsorral majd először rá szeretnénk emlékezni. Antun Kricskovics Rajen Tiszúgyú Devestodvá leszettem de Vierte Godine Ugarin, Powerskoy Bunyavacskoy Famílii, Pocello, Kapoto Garcizo Utamo Pasinim Szakáku, vagy úgy tím szúje bio járva strong i aktívan tím, uvíke van jó družba, tam osok rádili bunkere i sigralicu se tamo Pocello. I posli je dospio Budimpeštu, nakon što je u Bajišu Bolgariju, završio je visoku školu za fizkulturu i onda je otišao nekoliko godina u Zagreb raditi u ansambl Lado, to je najpoznatiji hrvatski ansambl danas u Republici Hrvatskoj, i onda poslije se vratio u Mađarsku i onda je osnovao svoj ansambl, centralni ansambl se zvao na početku, a zatim je dobio ime Luč, koji još i danas postoji, koji je voditelj. Ali Garci nisu samo zbog tog ponosni na njega, nego i zbog tog jer je, mislim da neću nikom uvrijediti da je on bio najponosniji garac koji je uvijek naglašavao svoje porijeklo garsko. Pa da nije ni bio taki intervju u radiju i u televiziju, ni barem nekoliko minuta nije govorio o svojoj familiji, o svojim korijenima, o svojim vojenim garcima. Tako da mi zbog tog smo jako ponosni na njega, a i zbog tog što je vrlo puno pomagao našoj kulturnoj grupi, kada je još bila voditeljica Ijeva Zvorić. To je bilo još od 70. godina pa čak do kraja 90. godina. Garci su jako puno mogli zahvaliti njemu, jer na vrlo puno misli nas je odno, počevši od Budimpešta, od raznih kazališta, onda je u Zagrebu, u Hrvatskoj i još i na drugim mjestima i puno je dolazio vamo u garu, puno je učio našu grupu, puno je pridavao našoj grupi. Tijekom svojeg rada je dobio jako puno priznanja, to ja sam ne bi ni nabrajao. Najveća je bila nagrada Erkel Ferencova, a isto tako smo i ponosni zato što smo, istina to je možda bila najposljednja nagrada njegova, da je Garska samouprava dala mu titulu počasnog građanina sela Gare, ali to je već bilo u 2015. godini, kad već nažalost zbog svoje bolesti nije ni mogao doputovati u Garu. Tako da, poslije ovog govora ćemo se malo prisjećati jednim kratkim programom na njega. To će biti njegova omijena pisma Tiho noći, koje će otpivati Edmond i Erhard Bender, pratnje orkestra Bačka, i zatim će biti jedna njegova koreografija pod naslovom Valpovo, koje će biti u izvodu omladinske kulturne grupe Garske. Kedves vendégeink, Kricskovics Antal koreográfus 1929-ben született Garán, a falu szélén az Ady Endre utcában. Nagyon sokat jelentett neki a gyerekkora is, azok a boldog békeévek, úgymond, amikor ott még gondtalanul játszottak ott a falu szélén, ahol még erdő is volt, annak idején bunkereket építettek. Utána Pestre került rövid időn belül, és a testnevelési főiskolát végezte el.
néhány évet Zágrábban töltött a NATO Orbán Tánc Együttesben, utána visszajött és megalapította a központi, nem is tudom a magyar nevét, a központi művész egyesületet, és azt követően ez lett a Fákja Tánc Együttes, ami még a mai napig is működik. Sajnos ugye az utóbbi évben a betegsége miatt ő már nem tudta ezt vezetni, hanem a felesége Szilcsabon Mária volt a vezetője. Nagyon sokat jelentett nekünk Garaiaknak Nicskovics Antal. Nem volt talán egy olyan rádió interjú, tévé interjú sem, amiben nem beszélt volna a gyökereiről, Gara községről, Garaiakról, szüleiről, családjáról. Úgyhogy ezért is talán nem is, nincs is olyan községű szülötte, aki ennyire kötődött volna a faluhoz. Ez abban is megmutatkozik, hogy sokat járt le Garára, nagyon sokat tanította a garai táncsoportot is, még az Óri Kévának az idejében. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetnek neki a garaiak, nagyon sok helyre eljutottak ezáltal. Budapesten talán sok színházat, az Erkelt, a Madácsot, a Víg Színházat, a Vigadót, Szalmási téli szabadidő központ, szinte mindent végigjártak, annak idején a garaiak, neki köszönhetően sokat járt ide tanítani a táncokat. Nagyon szerették itt is a garaiak a Tóni bácsit, ugye így szólították a magyarok, hogy Tóni bácsi, haragudott is, hogy másképpen szólították, és ezáltal kijutottak külföldre is több alkalommal, hogy nagyon sokat köszönhetünk tényleg neki. Volt két televíziós felvétel is, az egyik a Sibalini Kunyavász tanyáján, a másik pedig a Lénka kocsmában, a Lakodalmas. A Lakodalmas volt az egyik legnevezetesebb Kunyavász koreográfiája neki. Egyszerre volt szigorú is a próbákon, ugyanakkor következetes és kitartó, hogy annak ellenére, hogy komoly fegyelmet tartott, a táncosok mindig élvezték is a próbákat, amiket vele együtt gyakoroltak. Úgyhogy számtalan díjban is részesült, ezeket most én nem sorolnám föl, a legnagyobb az Erkel Ferenc díj volt. Nem csak délszláv, hanem más koreográfiákat is készített, görög, bolgár, stb. Úgyhogy nagyon ismert volt a magyar táncművészetben, táncvilágban. Büszkék vagyunk arra is, hogy 2015-ben Gara község önkormányzata a díszpolgári címben adományozta neki, de sajnos ezt már akkor a betegsége miatt nem tudott jönni, átvenni. Hogy most röviden emlékezünk rá, csak mivel most éppen most történt sajnos ez a szomorú eset, ezért most úgy döntöttünk, hogy akkor a kedvenc nótáját el fogjuk énekelni, Bende Erhard és Bende Edmond dúóval és a Bácska Tambura zenekar kíséretében, valamint egy koreográfiáját, a Válpogót fogja még eltáncolni a Garai Ifjúsági Táncsoport, és aztán pedig majd a többi programot fogja.